Bagdad, Kabul, Isztambul. A héten terrortámadások sora érte az iraki, az afgán és a török fővárost. Az iszlám állam bombát robbantott, tűzharcba is keveredett, és egy aktivista öngyilkos merényletet követett el. A terrorveszéllyel közvetlenül érintett országokban a külföldiek sincsenek biztonságban. Egyiptom fővárosában, Kairóban ejtette túszul, és feltételezhetően, bár hivatalosan nem bizonyítottan, kivégezte Tomislav Szalopeket az iszlám állam. A horvát állampolgár Kairóból indult dolgozni, amikor eltűnt. Június végén Tunéziában az egyik hotel strandján volt vérengzés. Mit sem sejtő, nyaraló külföldi turistákat végeztek ki gépfegyverrel a terroristák. A radikális iszlamisták most már vegyi fegyvert is bevetnek terrortámadásaik során. Az iszlám állam szélsőséges terrorszervezet Irakban a kurd erők ellen használt valószínűleg mustárgázt, amelyhez Szíriában jutott hozzá. Terrortámadásokkal volt tele ez a hét is. Irak fővárosában, Bagdadban csütörtökön egy robbanóanyaggal megrakott hűtőkocsi robbant fel a piacon. A detonációnak 76 halálos áldozata és 212 sebesültje volt. Az afgán fővárosban, Kabulban hétfőn egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a nemzetközi repülőtér közelében. 5-en meghaltak, 16 civil pedig megsebesült. Robbantásos merényletet követtek el az isztambuli rendőrségi épület ellen, majd azt követően a támadók és a biztonsági erők közötti összecsapásban legkevesebb 3-an meghaltak, egy rendőr és 2 támadó. A szélsőséges iszlamisták által leginkább veszélyeztetett országok Szíria, Afganisztán, Irak, Szaúd-Arábia, Törökország, Tunézia és Egyiptom. Az ott élő, ott dolgozó vagy oda utazó külföldiek, így a szerbiaiak sem lehetnek biztonságban.